Köszöntök minden kedves néző! Mai alkalommal József Attila istenes verseiről, József Attila Isten képéről szeretnék beszélni. Egy gyerekkori élménnyel kezdem, amit József Jolán könyvében lehet olvasni. Megnéztek egy Jézus élete filmet a moziban, beültek az első sorba, és azt írja József Jolán: valahogy nem gondoltunk erre, de bizonyára éreztük az apa hiányát. A férfivá érett Attila sokszor mondogatta tréfás szemrehányással: az a bajom, hogy nők neveltek. Talán ez a hiányérzet tette azt, hogy a kisfiú olyan sokat foglalkozott a jó Istennel. A hátsó lépcsőházban erre kevesen jártak, sokat bölcselkedtünk Istenről, akit hosszú fehér szakállal, valahol a felhők mögött képzeltünk el, előtte nagy könyvvel, amibe följegyzi mindenki búját, keservét. 1920-ban a 15 éves fiú, amikor már Makai Ödön lett a gyámja, pályaválasztás előtt állt, és Makai Ödön elküldte őt Nyergesújfalura a szaléziánusoknak az internátusába iratta be, és a szaléziánusok, még egy szerzetes rend voltak, egy okos fiúnak látták, szívesen vették volna, ha ő náluk tanul, esetleg kispap lesz, és utána egyházi pályára megy, de két hét után hazatért Nyergesújfaluról, nem akart egyrészt pap lenni, másrészt görög-keleti vallása miatt is át kellett volna neki katolikusnak térnie, de 1928-ban a József Attila című versében azt írja: a görög-keleti vallásban nyugalmat nem lelt, csak papot. Hát ez jelzi, hogy az intézményes egyházakkal kapcsolatban nagy bizalmatlanság volt benne. A kamaszköltőnek az indulása, tehát így a 15, mert utána Makóra kerül, a makói gimnáziumba, az indulásának volt egy sikeres szakasza, amikor igazi mentoroknak a tanásai és figyelme ösztönözte a fiút a tanulásra és a versírásra. Ilyen volt Galamb Ödön, aki egyik tanára volt, Espersit János, aki Makó egyik ügyvéd, értelmiségi lakója volt, aki a könyvtárát nyitotta meg a fiú előtt. És az irodalmi élet tekintélyei is megismerik, Espersit János bemutatja a verseit Juhász Gyulának, megismerkedik Móra Ferenccel, és ezek az irodalmi nagyságok, irodalmi tekintélyek ösztönzik őt az írásra. Juhász Gyula, mint tudjuk, egy nagyon szép előszót írt a Szépség Koldusa című kötethez, a 17 éves Attila verses kötetéhez, amiben arra kéri fel az olvasókat, hogy szeressék és fogják pártját. Ez a két kifejezés nagyon jól jelzi az igazi mentoroknak a természetét. Szeretnek és pártját fogják azoknak, akiket támogatnak. Maradandó lelki sebet ejtett viszont rajta 1925-ben a Szegedi Egyetem első szemeszterén Horger Antallal való afférja, aki a Nincsen apám verse miatt egyik okból az Isten tagadás, másrészt pedig a gyilkos indulatok leírása okán eltanácsolta őt az egyetemről. József Attila olvasta a Bibliát, ismerte a bibliai történeteket. Egyik legkedvesebb bibliai történetre visszavezethető vers az 1929-ben írt Betlehemi királyok, amelyik egy humoros király portrékat adó, bensőséges hangulatú életkép a születés történetéről, és ezt a világtörténelmi jelentőségű esemény a népi játék díszletei között eleveníti fel. Ebben emlékeztet arra az irányzatra, ami ekkoriban a 20-as években Erdélyi József költészetében, az Ibolya Levél című verses kötetében jelenik meg, és úgy tűnt, hogy nagyon modern és nagyon eredeti irányzat lesz ez az új népiesség. Az aztán kisiklott a későbbiekben, de ez az új népies stílus, ez József Attilának ebben a Betlehemi királyok című versében is benne van.
József Attila Vágó Mártának is beszélt egyszer arról, hogy ő hogyan képzeli el Isten. Azt mondta az egyik levelében, engem Isten nagyon szerethet, mert minden rossz, de bennem nem marad meg rossznak, ha fájdalommá válik. Ha Isten hiánya is fáj, akkor lennie kell Istennek. Ha bűntudat gyötri az ember lelkét, akkor bűnnek is lennie kell. Ez a kafkai léthelyzet fogalmazódik meg talán József Attilában is, aki egyébként Kafkát úgy ismerte meg az írásait, német Andor adta a kezébe a barátja, aki egyébként magyar szerzők közül elsőként írt Franz Kafkáról, a prágai íróról egy monográfiát. Igaz, hogy ez a monográfia franciául jelent csak meg, még magyar fordítása nem készült el. 1924. január 29-én József Attila rendőrségi idézést kapott, egy 1923-ban megjelent verse miatt, aminek Lázadó Krisztus a címe. Vámbéri Rusztem vállalta a védelmét a bíróságon. A bíróság Isten káromlásért 8 hónap elzárásra és pénzbüntetésre ítélte a költőt. A pert többször fellebbezték, az ítéletet többször fellebbezték, és 1925-ben a kúria felmentette az Isten káromlásnak a vádja alól. Furcsa helyzet az, amikor egy bírósági teremben az ügyész verseket elemez. Ezt az élményt Radnóti Miklós is megélte később, és ironizál is ezen egyik levelében, ahol arról ír, hogy az ügyész asztalán a verses kötet kinyitva és sorok pirossal aláhúzigálva. Az ember csak tanároknál lát ilyet, hát egy bírósági ülésen az ügyésznek a verselemzése az soha nem jelent semmi jót. Az Istenhez kialakított viszonyulása József Attilának tehát nagyon ambivalens. Egyrészt megjelenik az alázatos embernek a hangja, aki tud írni egy gyönyörű verset a betlehemi királyok történetéről, és megjelenik az önérzetes lázadónak a hangja is, aki például Krisztus alakjában is a lázadást vetíti ki. 1924-ben érdekes verset ír erről az alázatos ember képéről, a Kutya című verse, amiben majdnem, hogy a kuncsorgásnak a képével azonosítja az ember Isten keresését. Egy lompos, lucskos, éhes kutyát ír le, ajánlom a figyelmükbe ezt a verset, amely tömött, sóhajtó templomok laktak a szemében a kutyának, és a költő megsajnálja, hogy meglátja, és arra a következtetésre jut, hogy az emberben is így bújik meg a vágy, amikor Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél, mint ahogy a kutya is hulladékot és darabkákat keresgél az utcán. Viszont a másik véglet, a dacos, lázadó hang, a tagadás a Bűn című versében is megfogalmazódik, aminek 1935-ben a zárostrófája így szól. Én Istent nem hiszek, s ha van, ne fáradjon velem, majd én föloldozom magam, ki él, segít nekem. Tehát látszik, a két véglet egyszerre jelen van az ő Isten képében. 1936-ban a Szép Szó szerkesztőjeként az első szám megjelenése után érkezett egy olvasói kritika a szerkesztőségbe, ami szerint az újság hitetlenséget terjeszt, és a költő maga is hitetlen, bár néhány versében ez az olvasó látni vélte a bűnbánatra való hajlandóságot. És ebben a szerkesztői üzenetben József Attila azt a választ adja, hogy ő igazából bűnnek a kizsákmányolást tartja, és ezt a bűnt fel lehet számolni az intézményes szabadság biztosításával, és ezt mondja, hogy ezért ő igazából a tudományos szocializmusnak a híve. Az eredendő bűnről pedig azt mondja, és ez nagyon érdekes, hogy ő az eredendő bűnnek a szeretetlenséget tartja, ami ember és ember között alakul ki, és csak azt tud igazából az erkölcsi szabadságnak az álláspontjáról szemlélődni, és csak azt tud szabadon élni, aki egy olyan rendben élhet, amely rendet a szabadság szült meg,
és azt tud felszabadulni a bűnnek a terhe alól, aki szeretetben tud élni, meg tud bocsátani azoknak, akik esetleg szeretetlenek vele szemben. Az Istennel való perlekedésének a hangja alapján Arthur Koestler és Gyurkovics Tibor is Víjoni alaknak nevezte József Attilát, aki állandóan visszabeszél annak a valakinek, akit ő Istennek gondol. Arthur Koestler, aki egyik leghíresebb regényt írta a totalitárius rendszerek működésére, ez a Sötétség délben című regénye, ismerték egymást József Attilával. Azt írja Koestler, egyfajta 20. századi Villon volt, akinek mind élete, mind költészete korának két csalfa pólusa, Marx és Freud közül körülforgott, s halálában mindkettő áldozatának is tekinthető. Nagyon pontos látlelet Marxnak és Freudnak a hatásáról, hogy azt írja Koestler, hogy ők a két csalfa pólus, amiben József Attila mozgott. 1924-ben a Nem én kiáltok kötet megjelenésének évében írt egy istenes verset, amiben ugyanaz a szellem nyilvánul meg, mint a Nem én kiáltok című kötet címadó versben, így fogalmaz a versben. Imádság megfáradtaknak. Akár az égben laksz, akár a tejben, a nevetésben, sóban, vagy mi bennünk, te is tudod, hogyha mi sírunk, ha arcunk fényét pár könycsepp kócolja, akkor szívünkben zuhatagok vannak, de erősebbek vagyunk gyönge életünknél, mert a fűszálak sose csorbulnak ki, csak a kardok, tornyok és ölő igék. Nagyon érdekes, hogy akárcsak a Nem én kiáltok című versben a jót összekapcsolja a hasznossal. Itt az égre, végben lakozó, vagy a tejben, vagy a nevetésben, vagy a sóban, vagy a mi bennünk értékes emberekben lakozó Istenről beszél, és a végén pedig arról, hogy más ez a fajta humánus, hasznos istenkép, mint a kardoknak, a tornyoknak és az ölőigéknek a világa, amelyek egyszer úgyis kicsorbulnak, mert csak a fűszálak azok, tehát az alázatos, egyszerű emberek, akik nem vetemednek így el. 1934-ben, amikor a Medvetánc című kötetét szerkeszti, amely az ő válogatott verseinek a gyűjteménye volt, nagyon szép kiadásban jelent meg. Németh Andor, amikor az első József Attila összest állította össze a költő halála után, azt nyilatkozta, hogy a Medvetáncnak a anyagát állította a kötet első helyére, és utána gyűjtötte össze a többi verset, és ezt javasolta a későbbi kiadásoknak is, hogy tegyék előre a Medvetáncot, hiszen abban foglalta össze József Attila, hogy mely verseit tartotta a legfontosabbaknak. Ezek között többet át is dolgozott, így istenes verseket is. Ezzel egy időben, tehát a kötet szerkesztéssel egy időben egy pályázaton is indul, újra fordítja Luther Mártonnak Erős vár a mi Istenünk kezdetű himnuszát, és hogy ne kövessen el teológiai vétséget, levelet is írt teológiai tanácsokért Báró Radvánszky Alberthez, az Evangélikus Egyház világi intendánsához, tehát foglalkozik Luthernak ezzel a híres zsoltárával, himnuszával. 1928-ban írja az Istenem című versét, amelyet ebben a Medvetánc kötetben újra is szerkeszt, újra is fogalmaz. Ezt most szeretném felolvasni, mert jól mutatja a vers az ő Isten képének és apa képének a összekapcsolódását. Istenem, dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked, hogyha meg szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább eke szarvat fogva szántanék én is a nyomodba, a szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat. S bármi efféle volna munkád velem, azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék, vacsora után melléd ülnék,
pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék. Ebben a versében az az érdekes, mint ahogy az egész istenes költészetében, hogy nem Jézus jelenik meg, mint közvetítő személy a versekben, mindig az atyát szólítja meg, mint személy, akihez, mint egy apa próbál viszonyulni, hiszen ebben a versében is egy olyan idősebb férfi alakjaként jelenik meg Isten, mint akinek a munkában segítségére lehet, és ezekben a munkákban hasznossá tudja magát tenni. Még öcsödnek a képe is felrémlik, amikor a lovakról beszél, hogy a lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném, hiszen tudjuk, hogy akkor volt egy nagyon megalázó verés a kisfiú életében, amikor öcsödön félt a lovaktól, és ezért meg is verték. De szerepelnek itt más, egyszerű munkák, amelyeket a mezőgazdaságban végeznek, csősz, szántóvető, stb. És ezekben ő mind hasznossá tudja tenni magát, nem úgy, mint öcsödön, ahol csak koloncnak érezhette magát, sőt, még a nevét is elvették tőle, mint tudjuk, és ezáltal teljesen a létezését vonták a kisfiú szerint kétségbe. Ami meg nagyon érdekes ebben a versben, hogy ezáltal, hogy ő segít és hasznos munkát végez, jogosult lesz arra, hogy vacsora után, tehát a jól lakás után hosszan mindent elbeszéljen Istennek. Ez az őszinte beszélgetés vágya és igény, ami a gyerekben is megvan, és a felnőttben is, és van valaki, aki őt meghallgatja ilyenkor. Mintha ezekből az öcsödi rémképekből próbálná összerakni egy ellenverset, amikor Istennel, egy oltalmazó személlyel minden sikerül, ami neki kisgyermek korában a faluban nem sikerült. 1925-ben van egy Isten című vers, amely úgy kezdődik, én az Istenem úgy szeretem. Ebben az adás, a jól lakottság élménye az, amiben Isten közelsége szerintem megérthető, megérezhető. Ma valamint van egy ugyancsak Isten című verse 1928-ban, aminek ugye az a kezdő két sora, hogy ha golyóznak a gyerekek, az Isten köztük ott témfereg. Ebben pedig Isten akkor van legközelebb a költőjén szerint az emberhez, amikor az ember elfárad, és a fáradtságban tudja Isten jelenlétét érinteni. A Flóra versek társaságában újra elkezd istenes verseket írni, visszafordul az istenes tematikához. A mindenségre nyíló vágyak megmaradtak benne, hiszen a semmi ágán ülő vacogó szív, ha a semmiben, a tagadásban hinne, akkor ezzel a semmivel, nagybetű semmivel találná magát szembe, és ez bénító és kétségbejtő szituáció. Ezért fordul vissza újra az Isten képhez, és próbálja Istent megszólítani. A Nem emel föl című versében 1937-ben egy olyan megoldást keres Istennel való kapcsolatban, ami a szerelemben is, meg a hitben is formát tud adni az emberi életnek. Ezért hívja Istent a Nem emel föl című versben formáló alaknak. Hiszen az ember valóban akkor formálódik, amikor a kapcsolatokban él, és hát a szerelmi kapcsolatnál mégiscsak az Istennel való kapcsolat az, amelyik még jobban, még erősebben formálhatja az embert. Egy erős kapcsolat nélkül, ahogy a versben fogalmaz, csak kegyetlen árva lehet belőle. A kegyetlen árvát háromféleképpen is lehet értelmezni. Egyrészt, hogy nincs kegyelem számára, ha Istennel nincs kapcsolata. Másrészt, ő kegyetlen másokkal, hogyha nincs harmonikus kapcsolata Istennel. Vagy pedig kegyetlenül, tehát nagyon árva lesz, hogyha nem találja meg ezt a formáló alakot. Ambivalens viszonya jelenik meg ebben a versben Istenhez, hiszen két szükségről beszél, a vallásról, a megvallásról és a tagadásról. Egyszer ez a két szükség viaskodik benne, amikor Istenről gondolkodik. Itt is felidézi azt a gondolatát, amit a szerkesztői üzenetben is, hogy a legnagyobb bűn az emberek közötti szeretetlenség. Isten bírónak kéri fel a versben, hogy vizsgálja meg őt és oldozza fel, hiszen különben magának kell magát feláldoznia,
és ez a gondolat majd utolsó versében is megfogalmazódik, a íme hát megleltem hazámat című versben, amikor azt írja, nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. 1937-ből való a Bukj föl az árból című verse, amit most szeretnék felolvasni. Bukj föl az árból. Ijeszt meg engem, Istenem, szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, ne ráncson el a semmi sodra. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom, nem ember szívébe való nagy kínok késeivel játszom. Gyúlékony vagyok, s mint a nap, oly lángot lobbantottam, vedd el, ordíts rám, hogy nem szabad, csapja kezemre mennyköveddel, és verje bosszúd, vagy kegyed belém a büntelenség vétek, hisz, hogy így ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad, habzó nyálú tengerek falatjaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már mindent merek, de nincs értelme semminek sem. Meghalni lélegzetemet folytom vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkas szemet, emberarcú a hiányoddal. Ebben a versében is megjelenik a lírai énnek az infantilizálása. Akárcsak a kései siratóban, ahol édesanyját korholja, itt Isten korholja azzal, hogy nem látod, milyen szemtelen vagyok, nem látod, milyen provokatív módon viselkedem, hogy lángot lobbantok, hát vedd el, hát csapja kezemre. Ez is egyfajta kapcsolat, ami köztem és közted létrejöhetne. Ahogy a Kirakják a fát című versében is írja, a kiskölyök, ki voltam, ma is él, tehát ez jelenik meg a anya, a szerelem és az Isten képzetekben az infantilizálás mögött. Ez a játékos, gyerekes viselkedés a társas kapcsolataiban is többször zavart idézett elő, és az Istennel való kommunikációban is tehát megjelenik. Úgy könyörög Istenhez, mint egy gyermek, aki úgy érzi, hogy a büntetés által meg tud javulni, és bocsánatot is tud nyerni. És a másik, amiért Istenre vágyik, hogy fölbukjon az árból, az idő múlásából, az események sorozata mögül, az pedig az, hogy a semmi sodra fenyegeti, úgy érzi, és ez ijesztő, akárcsak amikor a kis testről, a szívének a kis testéről beszél, amelyik a semmi ágán hangtalanul vacog. Felrémlik a versben az öcsödi emlékkép is, amikor arról beszél a versben, hogy akit föltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom. Öcsödön, mint említettem, volt egy ilyen rendkívül kellemetlen félelem emléke, megverték, mert félt a lovaktól, és késsel kergette meg az őt vigasztalni próbáló Etust. Tehát nagyon drámai élményeket kapcsol itt a versben a saját életéből, az Istent provokáló, Istent reakcióra késztető szavakban. A Bukj föl az árból zárlatában fogalmazza meg azt, ami legjobban zavarta őt az Isten keresésben, és amiért nem tudott, úgy érezte, személyes közösségbe kerülni Istennel, ez pedig az, hogy Istenben az ember arcút keresi. Ezért érdekes, hogy nem Jézus Krisztushoz szólnak a verses megszólalásai, amikor Isten a versek témája. Ezt az ember arcút keresi, és ennek az ember arcúnak a hiánya az, ami benne az ambivalens érzéseket kelti. Így fejezi be a verse, hogy meghalni lélegzetemet folyton vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkas szemet, ember arcú, a hiányoddal. Tehát a megvallás és a tagadás egymást kizáró, mégis együttes jelenléte az életében, azzal a rendszeresen megélt csalódással és kapcsolatba hozható, amit Jolán fogalmazott meg nagyon pontosan, amikor azt írta, naív számítás vezette, hogy a világon minden embert megbecsülnek az emberségéért, de csak a költő előtt nyíltak meg a kapuk és a szívek, az ember orra előtt becsapták az ajtókat. Mintha ezt a kirekesztettséget élte volna meg az Istennel való kapcsolat keresésében is. Köszönöm szépen a figyelmet!